példaképek, esetleg jártatok is valakinek a koncertjén, akinek a munkásságából meríthettetek? Vannak, igen. És egyébként, ahogy elhangzott, gyakorlatilag Magyarországon mi vagyunk az egyetlen olyan zenekar, aki a tradicionális felállásban, tehát a dobbőgő, zongora felállásban játssza ezt a stílust, és próbáljuk népszerűsíteni. Egyébként külföldön is már nagyon sok helyen megfordultunk. Én például tavaly Amerikában is turnéztem, az nagy élmény volt, hogy ugye a bugyúvi szülő hazájában játszhattam ezt a stílust. Csak egyedül jártál, nem vitted a triódat? Ott egyedül, de amíg késik nem múlik, úgyhogy én szeretnék trióban is minél többet turnézni. És akkor néhány szót a ma este, vagy a délután programjáról? Igen, nagyon sok boogie-woogie lesz, de ezt gondolom már kitalálták, de egy kicsit majd belekacsintunk rokon műfajokba is, és lesznek feldolgozások is, de majd inkább beszélnek a hangszerek. Lesz esetleg olyan, amire táncra is lehet perdülni, vagy ami annyira ismerős, hogy akár énekelni is lehet? Hogy ne lesz, sőt az összes dal, hiszen a boogie-woogie egy alapvető eleme, hogy pörgős és ritmusos muzsika, úgyhogy bárki táncra perdülhet. Úgyhogy senki ne fogja vissza magát, akinek táncolni van kedve, erre van lehetőség, tér is, idő is, sok sikert kívánunk! Köszönöm szépen!
szépen köszönjük, ez pedig egy saját szerzemény volt. És egy feldolgozással folytatjuk, egy ismert dallam átirata következik természetesen boogie-woogie stílusban, majd sok feldolgozás lesz még a mai koncerten, most akkor jön az első, a szám címe pedig Svenny River Boogie. Svenny River Boogie. De lent is ilyen meleg van, vagy csak a színpadon? Akkor megnyugodtam, hogyha oda lent is. Akkor nem cserélünk helyet. Nos, ha már a feldolgozásoknál tartottunk, akkor jöjjön még egy feldolgozás. Most viszont egy klasszikus mű következik boogie-woogie stílusban. Aztán, aki itt marad a koncert végéig, még meghallgathatja majd a világ leggyorsabb boogie-woogie-át. Ez egy saját szerzeményünk, úgyhogy kitartás, ezt csak a koncert végén játsszuk el. Most pedig következik Csajkovszki diótörője, boogie-woogie-son.
Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, akkor most játszunk valami gyorsat is. Na jó, egy kicsit azért mi is pihenünk. Egy más stílus következik, ezt úgy hívják, hogy New Orleans Jazz. Szám címe pedig Keep on Wine, ez a New Orleans Jazznek az egyik legnevesebb képviselőjétől James Booker egyik szerzeménye. Fogadják szeretettel a mi feldolgozásunkat. Nagyon szépen köszönöm. Akkor jöhet még egy bugi-bugi? Rendben, rendben. Az egyik legismertebb amerikai népi dallam következik a mi stílusunkban. Hát a címét el sem árulom, biztos ismeri. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük. When the Sands Go Marching In. Amikor Amerikában népszerű lett ez a stílus, itt az 1920-as és 30-as évekre gondoljunk, akkor zajlott ott a nagy vasútépítési láz, de még nem a TGV-kre gondoljunk, hanem a gőzmozdonyokra, és ezeknek a mozdonyoknak a zakatolása visszaköszön ennek a zenének a lüktetésében, ugyanis ezek a gőzmozdonyok nagyon közel mentek a város lakóihoz, volt úgy, hogy konkrétan a lakások mellett mentek, és a következő számot a Boogie Woogie egyik úttörője, Midless Louise szerezte, és egy ilyen gőzmozdonynak a zakatolása elevenedik meg a szám alatt, ahogy elindul, siklik a váltókon, fütyül, és végül megérkezik a célállomásra, azaz Solymárra. Szépen köszönjük. Egyik nap egy kedves ismerősöm odajött hozzám, és azt mondta, hogy Balázs, én nem vagyok zeneértő ember, de zeneszerető vagyok, és lenne egy ötletem, hogy mit játszatok el a trióval. Próbáljátok meg egy magyar népdalt eljátszani boogie-woogie stílusban. Hát azért ez elég nagy kihívás, ugyanis az
a magyar népdaloknak a jellemzője és az amerikai, hát nevezzük ezt is népzenének, hiszen az amerikai népnek a zenéje nem sok közös vonást mutat, konkrétan semmit sem, tehát nekünk sem kellett több, úgyhogy rögtön igent is mondtunk a felkérésre, úgyhogy most rögtön három népdal következik. Az első, ugye mi Győrből érkeztünk, nekünk ez szól a Torony órából, minden órában, úgyhogy nekünk kötődésünk van ehhez a dalhoz. A második egy kicsit ilyen latin jazz funkisabb lüktetésű lesz, a harmadik nótában pedig, hát ott lehet, hogy a végén még sikerül összehoznunk a boogie-woogie-t a népdalokkal. Köszönjük szépen! Decefice tam-tam-tam! Akkor most ennyi pörgősszám után, de az újonnan érkezőknek mondanám, hogy aki a koncert végéig itt marad, az majd meghallgathatja a világ leggyorsabb boogie-woogie-ját, ami egy saját szerzeményünk. De most ennek örömére következzen egy lassú blues a régi időkből. A szám címe Suitcase Blues. Fogalmam sincs, hogy miért ilyen címeket adtak ezeknek a daloknak. Ugye ez magyarul utazótáska vagy bőrönd blues jelent, biztos ment valahova a szerző, de remélem önök nem mennek sehova. És szeretettel fogadják ezt a dalt. Albert Ammonstól Suitcase Blues. Thank you.
kikapcsolta ki a klímát. Nos, most tényleg egy pörgős boogie-woogie jön, saját szerzeményünk. A szám címe Burning Fingers Boogie, vagyis égő ujjak boogie-woogie. Igyekszem azért nem felgyújtani a zongorát, de azért ez pörgős lesz, úgyhogy aki táncolni szeretne rá, akkor ezt a bátrabbaknak ajánljuk.
Nagyon szépen köszönjük. Cink Ferenc és Koch Barnabás. Jó magam, Dániel Balázs a zongorának. Köszönöm. De ez még nem a világ leggyorsabb boogie-boogie-ja volt, az majd csak a végén. Még előtte egy gyorsat, azt mondja Feri nekem, hogy akkor még egy gyorsat, hát akkor jön még egy gyors, de egy kis feldolgozással vegyítve, szám címe Java. Nagyon szépen köszönjük, lassan elérkeztünk a koncert végéhez, és szeretnék megköszönni a figyelmet és a meghívást Varga Zsoltnak, és nagyon szépen köszönjük a technikus kollégák kiváló munkáját, nagyon élveztük, hogy itt lehetünk, és köszönjük szépen a figyelmet. Egy igazán különleges számmal szeretnénk zárni a koncertünket. Nagy szívfájdalmam, hogy ezt a stílust jelenleg nem játsszák a rádiók és a televíziók, viszont régebben volt egy tévéműsor, aminek az elején volt egy kis
szignál. És ez a szignál bizony-bizony egy pörgős boogie-woogie nóta volt, és kevesen tudják, hogy ez a szignál egy konkrét szerzeményből lett kivágva. És mi a fiúkkal vettük a fáradtságot, és megkerestük ennek a számnak az eredeti szerzőjét, és hogy hogy szól eredetiként. És ezt egy zongorista nő írta, Winifred Atwell, Jimmy Dorsey's Boogie, ez a szám címe. Úgyhogy mi most ezt eljátszuk önöknek hangról hangra. És csak annyi feladatuk lesz, hogyha felismerik azt a bizonyos kis betétet, ami volt a tévében, akkor kezdjenek el tapsolni. Az mindig működik. Úgyhogy következik Winifred Atwell-től a Jimmy Dorsey's Boogie. Köszönjük szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük, Telesport főcím. Bögön játszott Cink Ferenc, dobolt Kok Barnabás, zongorán pedig jó magam Dániel Balázs. Nagyon szépen köszönjük. Hölgyeim és uraim, a boogie-woogie magyarországi nagyköveteit hallottuk, és nem eresztelek még el, Balázs, egy pillanatra maradj itt, éces mellettem.
ráadás is lehet mindjárt, de előtte fölmerült itt négy kérdés. Ugye Daniel Balázst arra szeretném kérni, vagy akár a fiúkat is, bármelyikteket, hogy ezt a négy kérdést először fölteszem a közönségnek, és utána ti döntsétek el, hogy a válaszok, amiket kapunk, azok vajon helyesek-e. Tehát volt itt három magyar népdal, aminek hallottuk a feldolgozását. Kíváncsi vagyok, hogy valaki fölismerte valamelyiket, és ha igen, akkor kész feltartása. Ildikó? Kis kecelányom, helyes a válasz? Egy helyes megvan, továbbiak, még kettőt várunk. Igen, de annak mi a címe? Az imező... Ott a helyes pont, ott a helyes válasz, virágéknál ég a világ. És mi volt a harmadik? Az első sorrendben, amit a fiúk játszottak, ugye mondták, hogy győriek és a győri toronyóra játssza ezt a dallamot. Valahogy így volt a dallama, ugye, ha jól idézem. Melyik népdal ez? Ki tudja? Nem tudjuk? Megöl... Ja, nem mondom, mondják a fiúk. Fújdogál a szél az öreg Duna felől. Igen, akkor én másik verszakkal ismertem, de a népdal ettől népdal, hogy van egy csomó verszak, és mindenki másképpen ismeri. Köszönjük, tehát a három népdalt megfejtettük, és akkor itt a legutolsó virtuószám, ugye mondták a fiúk, hogy egy ismert tévés műsornak a szignálja. Hát kérem szépen, mindent tudnak a Solymáriak, mindent tudnak, úgyhogy köszönjük szépen, és szerintem megkérhetjük a fiúkat egy ráadásra, ugye ezek után? Köszönjük! De van még egy negyedik extra kérdésünk, az könnyű lesz, hogy hány zongora billentyűt ütöttem le a koncert alatt. Helyes megfejtők között CD-t sorsolunk ki. Nos, egy feldolgozással zárnánk, nem is egy akármilyen feldolgozással. Megint egy klasszikus mű átirata következik. Volt ugye itt már Csajkovszkinak a Diótörője, de most még talán egy ennél is ismertebb és virtuóz darab következik, boogie-woogie stílusban. Köszönjük,
És az ígéret szép szóval megtartják úgy jó, ígértem, hogy akik a koncert végéig itt maradnak, ők meghallgathatják a világ leggyorsabb boogie-woogie-ját, úgyhogy most érdemes elővenni a telefonokat, és a, igen, ez bőgő lesz Feri, úgyhogy cserélj hangszert. Érdemes elővenni a telefonokat, hogyha egy kicsit rögzíteni szeretnének és hazavinni egy darabot ebből a koncertből. De egy saját szerzemény természetesen teljesen biztosra nem tudjuk állítani, tehát a legjobb internetes kutakodásunk folyamán merjük ezt állítani, hogy ez jelenleg a világ leggyorsabb boogie-woogie-ja. Hát döntsék el önök. Olyan gyors volt, hogy el se kezdődött, és már vége van. Nagyon szépen köszönjük. Cink Ferenc, Koch Barnabás és Dániel Balázs Györül. Köszönjük szépen. További jó szórakozást.